A mai küldögyűlésünk talán annyiban mindenképpen rendhagyó, hogy lényegében ahogy a kormányzat elmúlt négy éves működése, úgy a kamarák elmúlt négy éves működését is a mai napirendi pontok között a mérlegre tesszük, és fogunk beszélni arról, hogy milyen utat, milyen lehetőséget vázulunk föl az összes magyar vállalkozás, benne kiemelten a hazai kis- és középvállalkozás, illetve a kamarai rendszer jövője számára is. És ahogy a kormányzati struktúra változik, és ahogy a tervek szerint a kamarai struktúra is változik, egyetlen egy iránytűt, egyetlen egy pontot nem szabad szem előtt téveszteni, hogy minden átalakításnak, minden új struktúrának olyannak kell lennie, amely a hazai, főleg családi, kis és közepes vállalkozások lehetőségeit segíti. Az elmúlt négy évben mind a kamarák, mind a kormányzat nagyon sokat tett az ország gazdasági talpraállítása, helyzetbehozása érdekében. Azt gondolom, hogy elmondhatjuk azt, mondjuk négy évvel ezelőtti magunkra visszatekintve, hogy sokat javult a Magyarország versenyképessége, sokat javult a gazdaság és benne a gazdasági környezetnek a, a helyzete. Magyarország egy exportorientált ország, és a cél az elmúlt négy évet magunk mögött hagyva az kell, hogy legyen, hogy valóban a belföldi piac mellett, amely örvendetesen egyébként növekedésnek indult az elmúlt időszakban, és ez érződik a, a hazai piacra dolgozó vállalkozókon is, Emellett minél több magyar kis és közepes vállalkozást juttassunk el a világba, juttassuk el a szolgáltatásaikat, juttassuk el a termékeiket. Ennek megvannak a lépcsőfokai. Tudjuk jól, hogy nagyon sokan először a szomszédos országokba, utána Európába, majd a nagyvilágba keresik az üzleti partnereket. Végig mennek ezen a lépcsőn. A kormányzattól pedig vállalkozóként azt várjuk, hogy ezeken a lépcsőkön, próbáljon végig segíteni minket. Ahogy a Kárpát-medencébe működik gazdaságsegítő hálózat a kormányzat, és egyébként a kamara közreműködésével, úgy szükséges egyébként a külgazdaságot is minél jobban és minél emberközelibb módon a vállalkozások helyzetbehozása szempontjából átalakítani. Ezt várjuk, és bízunk benne, hogy ezek a reményeink budapesti vállalkozóként teljesülnek. Én azt tudom mondani, hogy ahogy eddig is a Budapesti Kereskedelmi Siparkara, mint a legnagyobb területi kamara minden olyan programot, minden olyan tervet támogatott a kormányzat részéről, amely a hazai vállalkozások helyzetbe hozásáról szólt, úgy ezt a partnerséget itt most jelen esetben a mai napon hogy a külgazdaság területén tudom ezt a fölajánlást megtenni a nevetekbe is. Tehát a Budapesti Keresési Iparkamara a külgazdaság tekintetében, a hazai vállalkozások piacra jutása tekintetében mindenben partnere kíván lenni a kormányzatnak. És én ezzel a felvezetővel kérném meg Szijjártó Péter barátomat, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Egyúttal köszönöm a meghívást és a felkérést Kristófnak, másrészt pedig köszönöm az Önök beleegyezését abba, hogy még a bürokratikus teendők előtt adhatom elő a gondolataimat, tekintettel arra, hogy négy, négykor egy rendkívül izgalmas beszélgetésnek nézek elébe az Egyesült Államok Külügyminisztériumának szankciós megbizotjával. Ezért kértem a lehetőséget, hogy akkor ezen a találkozáson itt az elején túl tudjunk esni. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök, akik a, a gazdasági élet aktív alakítói, önök egészen biztosan részint figyelemmel kísérik, részint meg folyamatosan a saját bőrükön is érzik azokat a gyors és alapvető hatású változásokat, amelyeken ma a világ átmegy. Ezek a változások világviszonylatban is, a nemzetközi gazdaság tekintetében is jelentősen átrendezték a nemzetközi erőviszonyokat nem csak gazdasági, hanem politikai értelemben is. Éppen ezért a világgazdaság vagy a nemzetközi gazdaság tekintetében most egy ilyen, olyan időszakot élünk meg, amikor el fog dőlni, hogy kik lesznek a nyertesei és kik lesznek a vesztesei ennek az időszaknak. Ha általánosságban kellene most már előre eredményt hirdetni, akkor azt szerintem viszonylag nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy mindazok, akik kizárólag figyelemmel kísérik ezeket a változásokat, akik kizárólag alkalmazkodni próbálnak ezekhez a változásokhoz, azok nagy valószínűséggel inkább a vesztesek táborát fogják gyarapítani. Mindazok pedig, akik hajlandóak vagy mernek bátor döntéseket hozni és új stratégiákat alkotni, hogy maguk javára tudják fordítani ezeket a változtatásokat, változásokat, akkor ők nagy eséllyel tartoznak majd a nyertesek táborába. Ugye stratégiai döntésekre van szükség ilyen nagyvértékű változások során, nem elég csak úgy hozzá alakítgatni egy-egy ország gazdaságpolitikai szemléletét és gazdaságpolitikai stratégiáját az új viszonyrendszerhez, hanem új stratégiák kellenek. Ugye 2010-ben, amikor felhatalmazást kaptunk az ország irányítására, és 2014-ben, amikor ezt a bizalmukat az emberek megerősítették, mind a két alkalommal egy-egy olyan stratégiai döntést hoztunk, amely alapvetően változtatta meg a magyar külgazdasági szemléletmódot és a magyar külgazdasági struktúrát. Ugye 2010-ben a keleti nyitás névvel ellátott stratégiát indítottuk el, amelynek akkor az volt a lényege, hogy a klasszikus és hagyományos nyugati, transatlanti, Európai Unióra fókuszáló gazdaságpolitikai kapcsolatrendszerünk mellett a tőlünk keletre lévő és dinamikusan növekedés, dinamikus növekedés produkáló piacok felé is kezdjünk el figyelni. A keleti nyitás stratégiai jegyében, tehát két lábra próbáltuk állítani a magyar külgazdasági szerkezetet. 2014-ben, most pedig egy olyan döntést hoztunk, amelynek nyomán egy új típusú és külgazdasági fókuszú külpolitika jön létre. Ez az új külgazdasági fókuszú külpolitika, illetve az erről szóló döntés azon a felismerésen nyugszik, hogy akkor leszünk, akkor lehetünk a világgazdasági és világpolitikai változások nyertesei, ha, a külgazdaságot helyezzük a külpolitikai cselekvésünk középpontjába. Vagyis a külpolitika középpontjában a gazdasági kapcsolatoknak kell állniuk, és hogyha röviden akarjuk megfogalmazni a feladatot, akkor nagyjából azt mondhatjuk, hogy az új világrendben erős nemzeti érdek érvényesítésre van szükség. És ezt akkor fogjuk tudni végrehajtani, hogyha a külpolitikára nem úgy tekintünk, mint eddig. Tehát a külpolitika innentől kezdve nem lehet cél, hanem a külpolitika innentől kezdve egy eszköz kell, hogy legyen. Egy olyan eszköz, amelynek segítségével a külgazdasági érdekeinket érvényesíteni tudjuk. Ennek vannak különböző előfeltételei. Például szükség van egy egységes külügyi és külgazdasági intézményrendszerre, szükség van egy egységes irányítási szerkezetre és egy egységes, alapvetően külgazdaság által vezérelt szemléletre. Na most éppen azért, hogy ezeket a szükséges elemeket megteremtsük, ezért úgy döntöttünk, hogy az új világrendben való sikeres érdekérvényesítés jegyében egy külgazdasági és külügyi minisztériumot hozunk létre. Ez az új külgazdasági és külügyi minisztérium pedig önmagában foglalja a külügy és külgazdaság irányításának egységét. Nem találtuk fel persze a spanyol viaszt, ezzel hát badarság lenne áltatni magunkat. A helyzet az, hogy Európában ezt jó néhányan felismerték már, különböző időszakokban, de például egységes minisztériumi szintű külügyi külgazdaság irányítás van ma Franciaországban, Svédországban, vagy ugye a szomszédok közül, és említsünk egyet, Szlovákiában. Azonban ez a koncepciónk, ez hibás, de legalábbis kevés lenne, abban az esetben, ha egyszerűen azt a döntést hoztuk volna meg, hogy a, egy külgazdasági lábat, meg egy külügyi lábat beteszünk egy intézményrendszerbe, a tetére ráteszünk egy közös minisztériumi vagy miniszteri irányítást, aztán akkor jól is vagyunk. Ha ezt tettük volna, az mit sem érne. De legalábbis nem lenne elég, az egészen biztos. Tehát a külügyi és külgazdaság szerves összekapcsolása történik meg a következő kormányzati struktúrában. Magyarul külügyet és külgazdaságot úgy párosítjuk össze, hogy a leendő magyar külpolitika minden cselekedetét és minden tettét külgazdasági céloknak és szemléletnek kell áthatnia. Magyarul egy tartalmi egységet hozunk létre a külügy és külgazdaság között. Nos, ennek a leendő külgazdasági politikának a sikerét viszonylag egyszerű lesz mérni, Két dimenzióban, ugye befektetés vagy beruházás ösztönzés, illetőleg exportfejlesztés területén. Tehát sikerül-e növelnünk az exportot, illetőleg sikerül-e növelni a Magyarországra irányuló befektetések mértékét. Na most ezzel kapcsolatban három célkitűzés mentén fogja tenni a dolgát az új magyar külügy és külgazdasági politika. Lesznek gazdaságdiplomáciai céljaink. Kereskedelemfejlesztési és exportbővítési céljaink, és befektetés ösztönzési céljaink. Ami a gazdaságdiplomáciai célokat illeti. Itt azt tudom önöknek mondani, hogy teljesé fogjuk tenni a külügyi külgazdasági képviseletünket azokban az országokban, azokban az Európai Unión kívüli országokban, amelyek a 20 legfontosabb kereskedelmi partnereink egyikeinek számítanak. Ez azt jelenti, hogy azokban az országokban, tehát amelyek a 20 legfontosabb kereskedelmi partnerünk az EU-n kívül, mindenhol rendelkeznünk kell nagykövetséggel, ez a mai napra már így is van, mindenhol rendelkeznünk kell külgazdasági szakdiplomatával vagy szakdiplomatákkal, és mindenhol rendelkeznünk kell kereskedőházi képviselettel. Ennek megfelelően a kereskedőházi rendszert meg fogjuk erősíteni. Az eddigi tapasztalatok egyértelműen pozitívak, persze még léteznek a rendszernek hát, hibái, amelyeket folyamatosan javítanak ki a kollégák, és látjuk, hogy még hol lehet fejleszteni a rendszert. De a lényeg az, hogy a jelenlegi 8-ról 25-re fogjuk emelni a kereskedőházi képviseleteknek a számát az idei esztendő végére. Ugye a kereskedőházaknak és magának a Nemzeti Kereskedőház ZRT-nek két feladata van, illetve lesz. Az egyik, hogy fel kell kutatni azokat a kis és közepes vállalkozások, hogy itt Magyarországon, köztük biztos sok Budapesten van, amelyek exportképes termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő, illetőleg a külpiacokon meg kell keresniük az ehhez párosuló keresletet, és utána e kettőt, kettőnek segíteni kell megtalálniuk egymást. A kereskedőházi rendszer és a 20 legfontosabb EU-n kívüli partnerünk mellett tovább fogjuk bővíteni a diplomáciai képviseleteink hálózatát. Azokon a területeken, ahol szintén gazdaság, illetve piaci térnyerésre számítunk, így újra fogjuk nyitni a nagykövetségünket Maláziában, nagykövetségi szinten kívánunk lenni Mongóliában és az Andok térségében is. Ez pontosan leképezi a keleti nyitás stratégiájának legfontosabb célkitűzéseit, mármint az ázsiai, a távol keleti, illetve a dél-amerikai jelenlétünk folyamatos fejlesztését. Második a célkitűzésünk, hogy a kereskedelemfejlesztési és export bővítési célok. Itt a következőből kell kiindulnunk. Ma a kis és közepes vállalkozások foglalkoztatják a magyar munkavállalóknak mintegy 75%-át, ehhez képest az export teljesítményből kb. 16%-os részesedésük van. Ez azt jelenti, hogy a mai napig a magyar kivitel túlságosan is függ a nagy multinacionális vállalatok termelés-szervezési döntéseitől az, az arányt soha nem fogjuk megfordítani, nyilván ez nem is lehet, meg nem is kell, hogy cél legyen, de a magyar kis- és közepes cégeknek a részesedését az export teljesítményből jelentősen növelni kívánjuk. Itt az a célunk, hogy 2500-3000 jelenlegi exportképes kis- és közepes cégből előbb-utóbb 12 ezer exportképes kis- és közepes vállalkozás jöjjön létre. Akkor tudjuk azt mondani, hogy a nagyvállalatok, multinacionális cégek, illetve a magyar KKV-k aránya a magyar nemzetgazdasági export teljesítményből nagyjából egy egészséges szintet fog mutatni. Másrészt pedig tovább szeretnénk fejleszteni a külgazdaság kétlábon állását az export célok, célterületek szempontjából is. 2010-ben azt láttuk, hogy a magyar exportnak a 80% az az Európai Unióba irányult, hogy akkor már láttuk azt, hogy nyitott gazdaság lévén a magyar nemzetgazdasági teljesítmény jelentősen befolyásolja az export teljesítmény, ami pedig alapvetően attól függ, hogy a fő exportpiacainkon van-e bővülés, vagy sem. Az 2010-ben is világos volt, hogy nem az Európai Unió lesz a legstabilabban, kiszámíthatóbban és dinamikusabban bővülő térsége a világnak, ezért is kezdtük el a keleti nyitás stratégiáját. De a lényeg az, hogy tovább szeretnénk folytatni egy egészséges egyensúly létrehozását az EU-n belüli, EU-n kívüli és az Európán kívüli export tekintetében. Ma úgy állunk, hogy 77,7 százaléka, 77 százaléka a magyar exportnak az Európai Unióba irányul, ez 83,7 milliárd dollár. A magyar export 10,86 század százaléka, azaz 11,8 milliárd dollár megy az Európai Unión kívüli európai országokba, és a magyar exportnak ma 11,97, tehát majdnem 12 százaléka, összesen 13 milliárd dollár pedig Európán kívülre irányul. Ugye korábban az volt a célkitűzésünk 2010-ben, hogy úgy növeljük összességében a magyar export teljesítményt, hogy az Európai Unió irányába menő exportunknál nagyobb mértékben növekedjen az azon kívülre menő export. Ez sikerült is. Például a 2013-as adatokat ha mondom önöknek. 2013-ban a magyar exportot 6%-kal növeltük összességében, tehát 6%-kal, most 108,6 milliárd dolláron áll. Ebből az Európai Unióba irányuló 5%-kal nőtt, az Európai Unión kívüli, Európai Országokba irányuló 9 az Európán kívülre irányuló pedig 7%-kal. Tehát sikerült elindítanunk azt a folyamatot, amelynek a végén oda kell elérnünk, hogy 2018-ra, a teljes magyar export egyharmada, a 33%-a az, az Európai Unión kívülre irányuljon. Ma ez összesen, ugye mint előbb itt végvettük, 22-23% között van. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha az Európai Unión kívülre a magyar export egyharmada menne. Ennek vannak különböző összetevői. Ugye látnunk kell azt, hogy igazából azokon a, azokban a szegmensekben vagyunk versenyképesek, ahol a verseny inkább minőségi, sem mint mennyiségi, és ahol a versenyben minél nagyobb előnyt jelent a szellemi teljesítmény, illetve a magas hozzáadott érték. Éppen ezért a hajói vagy húzóágazatai a magyar exportnak a szándékaink szerint a következő esztendőkben ugye a mezőgazdaság és az élelmiszeripar lehet. Itt 2018-ig szeretnénk azt elérni, hogy éves szinten 10%-os növekedési ütemet tudjunk produkálni. Szeretnénk azt, hogyha a szolgáltatás export értéke a 10 kiemelt relációban elérni a 25%-ot, szintén 2018-ra. Itt ugye elsősorban a mérnöki szolgáltatásokra, az infokommunikációs ágazatra, a vízgazdálkodásra és az egészségiparra gondolunk. Itt lesz egy nagyon fontos feladatunk, és a helyzet az, hogy ugye minket egy, magunkat egy innovatív nemzetnek tartjuk, ez így is van, a világ is nagyjából így gondolkodik rólunk, nagyon sok kutatásfejlesztési eredményt tudunk elérni. Nem véletlen, hogy egyre több vállalat a kutatási, innovációs, fejlesztési központjait Magyarországra hozza, viszont egy helyen nagyon le vagyunk maradva, ez pedig az innovációk piacosítása. Tehát a, a, kereskedőházi rendszerben meg fogjuk találni annak a módját, záros határidőn belül, hogy ezeket az innovatív magyar termékeket és szolgáltatásokat hogyan tudjuk piacosítani. Magyarul az innovációs eredmények külpiaci értékesítését szeretnénk jelentősen bővíteni. A harmadik célunk pedig, tehát a befektetés ösztönzési célunk az az, hogy tovább folytassuk, tovább folytatódjék az a folyamat, hogy mi vagyunk Európa termelési központja, a Magyarországon lévő külföldi működő nagysága elérte a 109,6 milliárd dollárt, 109,6 milliárd dollárt a tavalyi esztendő végére. Jelenleg második helyen állunk Közép-Európában az egyfőre jutó FDI tekintetében. Az a célunk, hogy itt ebben a versenyben is az első helyet foglaljuk el, tehát azt szeretnénk, hogyha Közép-Európában nálunk lenne a legmagasabb, az egyfőre jutó külföldi működő tőke mértéke. Ehhez alapvetően arra van szükség, hogy a két jelenlegi gazdasági zászlóshajó, az autóipar és az elektronika mellé még legalább egy stratégiai ágazatot fel tudjunk zárkóztatni erre a szintre, ami most az autóipar és az elektronika van. Itt akár az infokommunikációs, a biotechnológiai vagy az élelmiszerhez kapcsolódó gépgyártási ágazat is szóba jöhet. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves Krisztóf és elnökségi tagok, ehhez természetesen az intézmény rendszerünkben is néhány módosításra szükség lesz. Erről csak röviden és címszavakban a következőket szeretném elmondani, hogy a terveink szerint az export fejlesztési és a befektetés ösztönzési funkciókat szét fogjuk választani. Ugye, azt gondolom, hogy sokkal professzionálisabban tudjuk majd elvégezni mind a két tevékenységet, hogyha egy kizárólag arra a funkcióra fókuszáló intézmények végzik ezeket. Így terveink szerint minden exportfejlesztési feladat és felelősség Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT hatáskörébe, fog tartozni, illetve létre fog jönni egy befektetési ügynökség, mégpedig ugye a jelenlegi hita működése, működési alapján. Emellett pedig a külgazdasági szakdiplomata hálózat irányítása az egységes külügyi-külgazdasági irányítási rendszerbe fog bekerülni, ami azt gondolom, hogy növelni fogja ennek a rendszernek a teljesítő képességét is, és a külgazdasági szakdiplomaták jobban el fogják tudni majd látni azt a feladatukat, ami a nevükben is benne van, tehát, hogy minél több magyar cég, lehetőleg minél több magyar kis és közepes vállalkozás piaci térnyerését segítsék állomás helyükön. Végezetül pedig köszönettel tartozom Kristóf, kedves elnök úr, azért a felajánlásért, amelyet az együttműködés. Témájában tettél, számítunk a magyar kis- és közepes vállalkozások együttműködésére, azon belül is a főváros vállalkozásainak együttműködésére, mind a kereskedőházi, mind a külpiaci tevékenységünk során. És természetesen ezen túl is nyitottak leszünk minden javaslatra, tekintettel arra, hogy ez egy új rendszer lesz, bár a célok ambiciózusak, a munkatársak elkötelezettek. De természetesen az önöktől jövő információk mindig sokat segítenek, ugyanis azok jönnek mindig a gazdasági élete legközvetlenebb közeléből, ezért azok tudnak a leghasznosabb módon szolgálni számunkra. Úgyhogy továbbra is kérem az együttműködéseteket, kérem azokat a javaslatokat, amelyekkel a budapesti kis- és közepes vállalkozások szerint jobbá, még jobbá tudnánk majd tenni a külgazdasági rendszerünket. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, én azzal köszönném meg Péternek a elmondott egyébként azt hiszem mindannyiunk számára nagyon fontos jövőbeli struktúrákat, hogy mi valóban készen állunk, és ahogy Budapest mindig is a, a nemzet fővárosa volt, és a budapesti kamara is ezen belül most már a 161 néhány éves múltjával a, az első ablak a világra, vagy régi hajós nyelven mondva, sajnos tengerünk már nincs, de a kikötője a, a, magyar nemzet gazdaságnak és a, a magyar gazdaságnak is. Az a kikötő, ahonnan, ahonnan a hajók elindulnak, meg rakományjal, meg ahol megérkeznek a, a, kereskedők is. Én azt tudom a mi nevünkben ajánlani, hogy úgy láttam, hogy a kormány a jó széről gondoskodik, mi meg a hajókat majd meg megpakoljuk. Köszönöm szépen!